Először érkezett Dányba a Szent Korona hiteles másolata. A polgármesteri hivataltól átkísérték a Szent Jakab római katolikus templomba, a koronaőrökkel, a testvértelepülések delegációival és a dányi ifjúsági fúvószenekarral szeptember 1-én. Az ünnepi szentmisén több százan vettek részt. Tihony Tamás akolitus arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronázás mellett régebben egy felkenés is volt, ami az Istennek való lefoglaltságot jelképezi. A közhiedelem a királlyá avatást koronázásnak nevezi, ami pedig csak egy hosszú egyházi szertartás része volt. Lényege nem a korona fejletétele, hanem a jelölt, később a trónörökös említett felkenések krizmával vagy katekumenek olajával. Ezután az ország prímása és két püspök adta át a hatalmi jelvényeket, a koronát, a jogat, az országalmát, a kardot meghatározott sorrendben és liturgikus szövegek kíséretében. Szent István esetében nem az a kérdés, hogy ki küldte a koronát, a császár vagy a pápa, teljesen egyértelmű, hogy kizárólag a pápának volt joga a felkenés engedélyezéséhez. Így a korona érkezhetett tőle, így ajándékként. Gódor Lajosné, dány polgármester utalt arra, hogy nem mindennapi esemény, ha egy településre érkezik a Szent Korona hiteles másolata. Azt gondolom, a Szent Korona a magyarok összetartozásának is jelképe. Tisztelt vendégeink, kedves dányiak! Két hete ünnepeltük augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ünnepét. Az ezer éves magyar államra emlékezve mindig ünnepelnünk kell ezen állam okát és célját is. Az időtlen magyar hazát. Azt a hazát, melyen a nagyvilágban bárhol élő magyar emberek hite, életereje, anyanyelve testesít meg és éltet. Az állam a forma, a haza a tartalom. A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelezettséggel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz, mondta Kossuth Lajos. Köszönöm, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Isten éltesse a magyar hazát, óvja a magyar államot. A határon túli testvértelepülés Lukanénye polgármestere meghatódottan szólt. Péntek érkeztünk itt az Önök községébe, és annyi jóval, annyi sok szeretettel találkoztunk, hogy szavakkal nem tudom leírni. Olyan előadást tartottak a Szent Koronáról, amit eddig csak sejtettünk, nem is tudtam. Szinte lélegzett vissza fogva hallgattuk az előadót, és megtudtuk, hogy mit is jelent ez a Szent Korona. Van egy kisugárzása, úgy, ahogy elhangzott az előbbi percekben itt. Én úgy érzem, hogy valahogy az összetartozást emlékezteti. Én, amit el akarok mondani, és szeretném minden megköszönni az Isten házába, azt a tiszteletet, azt a szeretetet, amit Önöktől kapom. Nagyon büszkén és nagyon jó érzéssel érkezünk ide, és tiszta szívű, szerető, testvéri szívvel mondom Önöknek, hogy soha másképp nem kell elképzelni az együttműködés, mint ahogy a két település közt van. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen Önöket, mi pedig nagyon szépen köszönjük még a falu vezetésének, Önöknek ezt a sok kedvességet, szeretetet, amit adtak nekünk. Nagyon szépen köszönjük, és kívánok mindenkinek. Nagyon, nagyon ünnepés, ünnepés. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Isten igéjét értelmezte a dányi plébános. És azt mondja Jézus, hogy aki magát felmagasztalja, azt megalázzák.
és aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Nagyon mély, nagyon forradalmi, nagyon sajátos, de nagyon evangéliumi Jézusnak ez a tanítása. És ezzel az alázattal szeretnénk most az Isten szín előtt lelkiismeret vizsgálatot is tartani, hogy valóban ott legyünk, ahol lennünk kell, hogy azt képzeljük magunkról, amik vagyunk, és azzá akarjunk válni, aminek Isten megálmodott bennünket. És tartsunk bűnbánatot, tartsunk lelkiismeretvizsgálatot. Gyónom a mindenható Istennek, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. A plébános Isten és ember kapcsolatrendszerét elemezte. Az ember valahova elképzeli magát, valamilyennek elképzeli magát, azután Isten is megálmod rólunk valamit. Például azt, hogy szeretne üdvözíteni. És a kettőnek valahol találkozni kell. És nekünk azt kellene kutatnunk, keresnünk, hogy mi az Isten elképzelése rólunk. Azt is mondhatnám, hogy vajon hova álmodott meg minket az Isten? Milyen közegben akar bennünket üdvözíteni? Mert mindannyian valahol vagyunk ezen a világon. De az nem véletlen, hogy ott vagyunk. Az az adott élettér, az a kapcsolatrendszer fog bennünket üdvözíteni, abban kell nekünk megtalálnunk a helyünket. És mindig akkor van a baj, amikor valaki helyezkedik. És ezért mélyebb ez az evangélium, hogy nem csak az asztaloknál, az ünnepi sokadalomnál, a különböző szertartásoknál helyezkedtek Jézus korában a farizeusok, a vezető emberek, az írástudók, hanem ez egy örök probléma, az ember állandóan helyezkedik. Mindig egy picit valahol mást akar. Mindig egy picit elégedetlen. És mégis abból kell kiindulnunk, hogy bennünket Isten valahová elképzelt. Adott egy életteret, egy lehetőséget, hogy majd ebben a közegben üdvözít. És ha ebből mi ki akarunk szakadni, más úton akarunk járni, akkor ő ezt tiszteletben tartja. Csak akkor valószínű, hogy nem érjük el az örök célt. És ebben az ünnepi órában, itt a Szent Korona hiteles másolatánál is, úgy érdemes elgondolkodni, hogy mekkora nagy, átfogó, bonyolult és méreható történelmi szerkezete van ennek a népnek. De mindig azt keresték a szentek, hogy mit álmodott meg erről a népről az Isten.
És mindig akkor voltak a bajok, amikor valaki nem az Isten elképzelés, az Isten terve szerint cselekedett, vagy volt a helyén. A szentmise után sokan tekintették meg a Szent Korona hiteles másolatát. Az Isten tiszteleten a dáni kórus is énekelt. Hát nagyon büszkék vagyunk a dáni kórusra. Az évekkel ezelőtt, ugye mindig, amikor az egyházközségbe új kántor érkezik, próbálkozik kórust alapítani. Van egy régi magja a kórusnak, idősebb hölgyek, és most egy fiatal kántorunk van, Amelis Mihály személyébe. Ő próbálja a kórusba fiatalokat bevonni, fiúk is vannak már a kórusba. És hát ugye a dániak nagy megelégedésére mindig szebben cseng, nagy ünnepeinken, karácsony, húsvét, falunapok. És hát úgy gondolom, hogy ez csak jobb lesz, és nagyon örülünk neki, hogy fiatalokat bevonzott a kórusba, és ilyen szépen énekelnek. A dányi falunapot immáron hetedszer rendezték meg. Úgy gondolom, hogy minden évben többen vagyunk, és nagyobb az összefogás a falunapokkal kapcsolatban. Ebben az évben augusztus utolsó hétvégén voltak ezek a falunapok, és valószínű, hogy elkövetkező években is ezen az időponton fogjuk tartani a falunapokat, mivel hogy összekötöttük a szentegyedi játékokkal, ők mindig egy rendezvényt rendeztek a szentegyediek, egyed napjára, és így két rendezvényünk volt, most pedig ettől az évtől egy rendezvényünk van, és ezen a egy rendezvényen a dányi falunapok és a szentegyedi napok egybekötve nagyon szép eseményre készültünk ebbe az évbe. Péntek este a szokásos kiállítás megnyitóval, amiben a Szent Koronáról, aranyvonatról volt kiállítás, vendégünk volt Vót Imre, a Koronaőr Egyesületnek az elnöke. Utána a szokásos séta a faluért, most a falu részen levő kereszteket látogattuk meg fáklyás körmenettel. Hát a szombati nap ugye a felhőtlen szórakozásról szól, hát nagyon örültünk, hogy körülbelül 15 főző csapatunk volt, nagyon sok finomságot főztek, a babújástól kezdve a vadpörkölteket, a csülökpörköltet, rántott húst, csilisbabot, hadd ne soroljam végig a menüt. Nagyon sokan voltak, nagyon kellemes, kedvező volt az idő, az égiek gondoltak ránk, hogy nagyon jó idő legyen. Délelőtt ugye a főzésé volt a főszerep, és a délután pedig a szórakozásé bemutatkozott a Bagi Muharai Néptánc Együttes, aminek nagyon örültünk, hogy ellátogattak Dányba. Az isaszegi asszonykórus, a helyi csoportoknak a bemutatója volt, tékvandó, mazsoret, zumba, stb. És este pedig a Zalaegerszegi Színháznak a társulata látogatott el hozzánk, és 6 órától 8 óráig fergeteges rock'n'roll, operett és mulatos nótákat adtak elő.
Hát a falunapokat pedig zárta 8 órától éjfélig az utcabál, aminek a főszereplője Bugyi László volt, egy dányi érdekeltségű fiatalember, és hát mindenki jól érezte magát, és felhőtlenül szórakozhatott az este folyamán. A dányi tóparton zajlottak a Szent Egyedi játékok. Szent Egyed elnevezést 3 évvel ezelőtt vettük fel. Ennek a története röviden az, hogy Zsámbokon a Lecsó Fesztiválon megvásároltam a Zsámbok története könyvet, elolvastam, és abban látom szörnyűködve, hogy Zsámbok és Dány között régen volt egy templomos falu, aminek a Szent Egyed volt a neve. És akkor aláírást gyűjtöttünk, beadtuk a önkormányzatba, és ott úgy döntött a testület, hogy vegye fel a településünk a Dány Szent Egyed nevet. Meg is történt, volt egy nagyon szép ünnepségünk, és azóta mindig Egyed napján, szeptember 1-én szoktuk tartani a rendezvényet, ha hétvégén esik, ha nem, akkor a következő hétvégén. Az alapötlet az volt, hogy a környékbeli 6 település fiatal gyerekeit, gyerekcsapatokat összehozzuk, és gyerekcsapatversenyt rendezzünk. Ezek horgászverseny, íjászat, kispályás foci, zsákbafutás és kötélhúzás. Ebben az évben mennyien vettek részt ezen a versenyen? 6 csapat vett részt a versenyünkön, nagyon szépen harcoltak. Első lett a Kóka csapat, a kitűnő csapatukon, gratulálunk nekik. És hát én azt hiszem, hogy minden gyerek egy jó élménnyel, meg szép érmekkel, meg oklevelekkel mentek haza. A Dányi Falunap programját főzőverseny és horgászverseny is színesítette.